megnyílt az anyák háza. A Felsőszabolcsi Kórház 5 millió forintot nyert a kialakításra. Általános iskola Újfehértón a szerződés kötéskor elhangzott, a létrehozása nem csak büszkeséggel, hanem felelősséggel is jár. Munkácsi 50. Megnyílt Nyíregyháza eddigi egyik legjelentősebb tárlata a József András Múzeumban. Létrejött az ország harmadik anyák háza, a Kisvárdai Felsőszabolcsi Kórházban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az Anyákháza országos programpályázat 5 millió forintos fődíjából a kórház különálló épület részeként 63 ágyon fogadják majd az ellátásra szoruló gyermekeket. A pályázatból megújultak a 20 éves mama szobák is, valamint olyan kórtermeket alakítottak ki, ahol szülő és gyermeke a gyógyulás végéig együtt maradhat. 2012-ben a Betesda Gyermekkórház kezdeményezte először, hogy az udvarán lévő szállás működhessen hozzátartozói szállásként. Az égészcentrumba az ország legtávolabbi pontjairól is érkeztek gyermekek, akiket akár hónapokig is kezeltek. 2015-ben az E-City Hungary Kft. 60 millió forintos támogatásával jött létre az első anyákháza Budapesten, amely azóta 200-nál is több család számára jelentett megoldást. A kezdeményezés sikerére való tekintettel tavaly országos pályázatot hirdettek. A pályázatot tavaly 2017 elején hirdettük meg a Kórházszövetséggel együtt, tehát emögött egy szakmai grémium is áll. A pályázatnak a célja az volt, hogy olyan kórházak vagy kórházakhoz tartozó intézmények pályázhatnak olyan ötletekkel, amik elősegítik a szülőknek a méltó elhelyezését a gyerekeik mellett, amíg a gyerekek kórházban vagy kórházi ellátás alatt gyógyulnak. Ez egy országos pályázat volt, az országból 12 pályázat érkezett be, és ebből a szakmai zsűri ajánlása alapján kettő nyertesünk lett 2017-ben. Karcag mellett Kisvárda is nyert a pályázaton, így a Felsőszabolcsi Kórház egy nagy összegű támogatásból valósíthatta meg az elképzeléseit. Kórházunk egy 5 millió forintos pályázatot nyert. Ennek a pályázatnak az eredményeképpen három darab kórtermünket tudtuk teljes egészében felújítani. A három darab kórteremben 5 gyermekágyunk van, körülbelül egy olyan 70-75 négyzetméternyi terület az, amit érintett a felújítás az anyag az a program keretén belül. Évente több mint 3000 beteg gyermek fordul meg a kórház gyermekosztályán, akik közül sokan halmozottan hátrányos helyzetűek. Őket 63 ágyon tudják fogadni a kórház különálló épület részében. Azonban a mama szobák, ahol a szülők együtt lehetnek a gyermekekkel, 20 éve nem újultak meg. A nyertes pályázat ezek felújítására adott lehetőséget. Így a gyermekosztály keretében három olyan speciális kórtermet sikerült kialakítani, ami olyan régi igényt elégít ki, hogy minőségi körülmények között a kísérők, édesanyák, család a gyerekkel együtt töltheti azt az időt, ami a gyerekek gyógyulására szükséges. Azt gondolom, ez egy nemes kezdeményezés. A kórtermek teljesen megújultak, új padlóburkolatot kaptak, kifestették és kitapétázták őket. A fürdőszobákat is felújították, amelyikben nem volt különálló mosdó, ott azt is kialakították. Ezzel is növelték a szobák komfortját. Azt tudjuk biztosítani, amit mindenki szeretne, ha kórházba kerül. 2018 infrastruktúra és színvonali ellátást kapjon. Tehát gyerekével egy kórteremben, ő mindenki által elfogadhatóan használható ágyakat, székeket, berendezési tárgyakat, saját, vagy legalábbis nagyon kevés ember által használt vizes blokkokat, fürdőszobát, vécét, kézmosó lehetőséget és 24 órás bentartózkodást a gyermek mellett. A beteg gyerekek lelki nyugalmához nagyban hozzájárul, így felgyorsítható a gyógyulásuk. 62 év után újra van általános iskola az Újfehértói Református Egyházközség tulajdonában. A gyülekezet 2012-ben kapott használati jogot egy önkormányzati tulajdonban lévő iskolai és óvodai épületre. Hosszas tárgyalásokat követően állami segítséggel a Református Egyház most megvásárolja az ingatlanokat a helyi önkormányzattól, mintegy 232 millió forintért. Az ünnepélyes szerződés kötéskor elhangzott, az ingatlanok megvásárlása nem csak büszkeséggel, hanem felelősséggel is jár. A
Az újfehértói református általános iskola és óvodában jelenleg 25 pedagógus dolgozik, és több mint 250 tanuló jár az intézményekbe. Az iskola kifejezetten erős a sportban és az idegen nyelvben. Elsősorban a református hitbeli nevelés az, amire hangsúlyt kell, hogy helyezzünk. Az Úr Jézus Krisztust, mint alapot tekintve kell, hogy ráépítsük a jövendő nemzedéknek az életét. Hisszük azt, hogy az Anyaszent Egyház jövője azoknak a gyermekeknek a nevelésében, tanításában valósul meg. Úgy tekintünk ezekre a gyermekekre, mint a jövő olyan nemzedékére, akik azokat az értékeket hordozzák magukban, amit a mi Istenünk, a világosság Istene sugároz oda arra a kis közösségre. Tulajdonképpen azért is egyedülállónak tekinthető a mi oktatási intézményünk, mert óvodát és iskolát is működtetünk. A két intézmény nagyon szorosan egymásra épül. Ez azért jelentős, mert már gyermekkorban megalapozzák azt a nevelést, amit az általános iskolában folytatnak. A pénteki aláírással sikerült elérnie az intézménynek, hogy 62 év után most újra van általános iskola az újfehértói református egyházközség tulajdonában. Hosszas tárgyalásokat követően állami segítséggel mintegy 232 millió forintért vásárolhatja meg az egyház az ingatlanokat. Az ünnepélyes aláírás kötéskor elhangzott, az ingatlanok megvásárlása nem csak büszkeséggel, hanem felelősséggel is jár. Köztudott az, hogy ez az iskola már évek óta 6 esztendeje a református egyház fenntartásában működik, és abban a pillanatban, amikor az egyház az önkormányzattal aláír egy adásvételi szerződést az épületre vonatkozóan, akkor az azt jelenti, hogy nem csak az ott élő dolgozók, illetve nevelésben részesülendő gyermekek felelősségét hordozzuk, hanem a keretet is, az épületet. Az egyház önértelmezése szerint bármilyen dolognak a birtoklása, tulajdonba vétele, az egy különleges felelősségérzetet ruház ránk, hiszen nem csak a társadalom felé tartozunk felelősséggel, hanem az Isten felé, akiről valljuk a Biblia alapján, hogy övé az egész föld, a teremtett világ és annak a teljessége. Újfehértó életében azért is jelentős az esemény, mert így a három történelmi egyház mindegyike részt vállal az oktatásban. A tankerületi iskolák mellett ez azért is fontos, mert egy egészséges versenyszellem alakulhat ki az intézmények között, közölte a település polgármestere. Én nagyon büszkén látom azt, hogy milyen versenyek zajlanak állami fenntartású, egyházi fenntartású intézmények között, és természetesen az is nagyon fontos, hogy bebizonyította az egyház az elmúlt időszakban, 2012 óta, hogy tud jó gazdája lenni, nagyon a szívén viseli a oktatásnak a sorsát, és én abba bízom, hogy picivel, hát ha több pénzük is lesz arra, hogy magát az iskola épületet fel tudják újítani, hiszen arra néhány százmillió forint feltétlen kell még, hogy meglegyen. A térség országgyűlési képviselője is támogatta az egyház kezdeményezését. Részben azért is, mert Simon Miklós a Pannonhalmi Bencés gimnázium diákja volt, így ő is egyházi iskolában tanult. Meggyőződéssel vallom, és tudom, hogy az egyházi kézben lévő iskolák nagyon jó iskolák, és szerettem volna, hogyha Újfehértó is részesedik ebből. Ugye működik a görögkatolikus iskola, a római katolikusok kezébe is van egy gimnázium Újfehértón, és a református egyház pedig rászolgált arra, ugye a kérdésében is benne volt, hogy 62 év után újra egyházi iskola legyen az az iskola, tehát rászolgált a református egyház arra, hogy a tulajdonjoga az övé legyen. Ezentúl azért is fontos az aláírás, mert Újfehértóváros lakosságának egy harmada református vallású. Július 1-től visszaigényelhető a Kressz tanfolyam és a Kressz vizsgaára. A B-kategóriás jogosítványhoz szükséges közlekedési alapismeretek tanfolyam és a sikeres Kressz vizsgadíját azok kaphatják majd vissza, akik még nem töltötték be a 20. életévüket. A kérelmeket a Magyar Állam Kincstár nyugdíjfolyósító igazgatóságánál kell benyújtani egy éven belül, akkor, ha a vizsga napjáig nem töltötte be a 20. életévét a jogosítványszerző. Ezentúl igazolni kell a
sikeres vizsgát és a kifizetett összeget is. Az állam maximum 25 ezer forintig téríti meg a díjakat. Személygépkocsi ütközött szalagkorlátnak péntek reggel 8 óra után Rozsrét-Szőlő külterületén a 4-es főútvonalon. A szalagkorlátban és a személygépkocsiban is jelentős anyagi kár keletkezett. Az áramtalanításban és műszaki mentésben a tűzoltók segítettek. A rendőrség a helyszínelést követően vizsgálja a baleset eddigi ismeretlen körülményeit. A helyszínelés és mentés idejére lezárták az útszakaszt, személyi sérülés nem történt. Megnyílt a Munkácsi 50 című kiállítás a Józsa András Múzeumban. A kiállítás Pák Imre magyar-amerikai műgyűjtő kollekciójának darabjaiból áll össze, amelyek a Munkácsi Alapítvány segítségével kerültek a múzeumba. A tárlat 50 képe október közepéig marad Nyíregyházán, ez idő alatt múzeumpedagógiai foglalkozás is zajlik majd a múzeumban. Megnyílt a Munkácsi 50 című kiállítás a Józsa András Múzeumban pénteken. A 150 éves múzeum az idei évben már bemutatta a szeúzó kincseket, ami közel 22 ezer látogatót vonzott. Ennél magasabb látogatószámban bízik a múzeum vezetősége, a most nyílt tárlat ugyanis október közepéig marad Nyíregyházán. 3 hónapig fog állni a Munkácsi kiállítás, és véleményem szerint olyan jelentős képek érkeztek ide, 50 Munkácsi képet mutatunk be, a kiállításunknak ez is a címe, Munkácsi 50, és a 3 hónap alatt mi legalább 20-30 ezer látogatót várunk. Munkácsi Mihály nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is a legismertebb magyar festőművész. Számos olyan neves alkotás fűződik a nevéhez, amelyet mindenki ismer, ilyen például a Golgota vagy a Sirató asszonyok a keresztfánál. Munkácsi abban is különleges, hogy már saját korában is elismert volt. Amíg Párizsban már élete során is magas összegekért árulta képeit, Van Gogh például egy festményét sem tudta értékesíteni, amíg élt. A Munkácsi 50 című tárlat Nyíregyháza történetének egyik legjelentősebb kiállítása. A tárlat értéke több milliárd forint. A kiállításban Pák Imre, magyar-amerikai műgyűjtő tulajdonában lévő képek láthatóak, amik a Munkácsi Alapítvány segítségével kerültek a múzeumba. Nagyon szerencsések vagyunk, mert gyakorlatilag a teljes életpályáját felüleli ez a kiállítás. Tehát a tárlaton lehet látni a népi életképekből, lehet látni zsánerképeket, egészen a vallási témák is megtalálhatók a kiállításban, és a szalonképei is megtalálhatóak, illetve láthatóak lesznek Munkácsinak. Kovács Ferenc polgármester köszöntőjében kiemelte, a kiállítás azért is fontos, mert Nyíregyháza az ország egyik kulturális központja. Láthattuk a szeúzó kincse kiállításán, hogy 3 hét alatt 22 ezer ember jött el, természetesen nem csak a városból, a megyéből, környékünkről, és azt szeretnénk, hogy a magyar kultúra legszínvonalasabb alkotásait el tudnánk a jövőben hozni ide, és én külön kiemelném még azt a múzeumpedagógiai tevékenységet, ami nincs úgy kirakatban, de nagyon fontos, a diákoknak megmutatni így élőben például a Munkácsi festményeket. Ez nagyon fontos. A megnyitást követő 2 hónapig az a 30 kép látható, amit korábban Kisvárdán is kiállítottak már. Ehhez jön augusztusban még 20 kép, köztük olyan ismert festmények, mint az ásító inas vagy a kis cukortolvaj. Nyáron a nagy meleg és a szabadságolások miatt csökken a véradói aktivitás, ezért úgy döntöttek az országos szervezetek, hogy június 18-a és szeptember 2-a között kampányt indítanak. Mindenki, aki vért ad, egy személyre szabott köszönő kártyát kap, amely egyben nyereményszelvény is. A feltöltők között értékes heti és havi nyereményekre pályázhatnak, valamint egy értékes fődíj is gazdára talál majd. A donorok aktivitása azért is fontos, mert a vér csak vérrel pótolható. Az egészséges emberek egy része pedig csak akkor ismeri ezt fel, amikor saját magának vagy egy hozzátartozójának lenne szüksége rá. A Vöröskereszt a nyári hónapokban az átlagosnál több véradást szervez, illetve részt vesznek különböző rendezvényeken és fesztiválokon is. A 2021-ben esedékes népszámlálás előkészítéseként tart véleménykutatást a Központi Statisztikai Hivatal. A véleménykutatás célja, hogy felmérje a válaszadók véleményét a személyazonosító adat megkérdezésével történő népszámlálási összeírás lehetőségéről. Az előzetes véleményfelmérés csökkenteni a válaszadókra háruló terheket és a népszámlálás költségeit, valamint segíteni a gyorsabb adatfelvételt.
Elkezdte a 2021-es népszámlálás előkészítését a Központi Statisztikai Hivatal. Június 20-a és július 22-e között a szervezet közvéleménykutatást végez, a felmérés időszakában a hivatal összeírói 6000 címen keresik fel a lakosságot, további 16000 ember pedig önálló internetes kitöltéssel vehet részt a felmérésben. De ez egy nagyon nagy adatfelvétel, a KSH-nak a legnagyobb lakossági adatgyűjtése, úgyhogy egy hosszú előkészítő munka előzi meg. Ennek az első lépése ez a véleményvizsgálat, amivel azt szeretnénk vizsgálni, hogy a lakosságnak milyen a személyes adatok kezelésére vonatkozó véleménye, érzékenysége, és mit szólna, hogyha egy következő népszámlálás alkalmával személyazonosításra alkalmas adatokat vennénk fel, tehát megkérdeznénk a kérdőíven például a nevüket is. A kérdőíven elsősorban azt vizsgálják, hogy mit gondolnak az emberek a személyazonosító adat megkérdezésével történő népszámlálás lehetőségéről. A legutóbbi két népszámláláson nem vettek fel személyazonosító adatokat, egyedül a megkérdezettek lakcímét rögzítették, de később ezt is leválasztották a kérdőívek adatairól. A hivatal kiemelte, a válaszokról kizárólag összesített eredményeket közölnek, az egyéni információkat nem teszik közzé. Európában csak Szlovákia volt még olyan ország, ahol a népszámlálási kérdőíven nem kérdeztek legalább nevet. Ennek azért van jelentősége, mert hogyha a népszámlálásnak a modernizálására gondolunk, módszertani fejlesztést úgy lehetne elérnünk, hogyha az adminisztratív nyilvántartásokban már rendelkezésre álló adatokat is tudnánk használni. Akkor kevesebb kérdést kellene feltennünk a kérdőíven, tehát ez a lakosság számára is könnyebbséget jelentene. A KSH mostani közvéleménykutatásában nem kötelező a válaszadás, viszont a résztvevők között hetente értékes nyereményeket sorsolnak ki. A kérdőív kitöltése anonim, és körülbelül 30 percet vesz igénybe. Megkezdte NB1-es felkészülését a Kisvárda Master Good labdarúgó csapata. A magasabb osztályban való szereplés komoly kihívást jelent a csapat számára, ezért a játékosok komolyan veszik az edzéseket. A siker érdekében több olyan új labdarúgót is igazoltak a következő szezonra, akik már rendelkeznek az első osztályban szereplés tapasztalatával. Szabolcs-Szentmár-Bereg megyéből Nyíregyháza után másodikként jutott az NB1-be a Kisvárda Master Good foci csapata. A történelmi szereplésre nagy kihívásként és komoly lehetőségként tekintenek a labdarúgók, akik a napokban megkezdték a felkészülést. A csapat vezetősége az edzések mellett új igazolásokkal is szeretné biztosítani a következő szezon sikereit. Lehetőség adta 10 külföldi játékosnak a megszerzését tűztük ki célul. Egyrészt, mert ők már tapasztaltabbak, tőlünk erősebb bajnokságban szereztek tapasztalatot az élvonalban, illetve olyan játékosokat kerestünk, akik az elmúlt időszakban folyamatosan pályára léptek, és azonnal bevethetőek. Másrészt pedig lényegesen olcsóbbak, mint az utóbbi időben megszerezhető magyar játékosok. Hiányposztok is jelentkeztek a csapatban, hiszen az NB1-ben olyan kívánalmak vannak, amelyeknek néhány NB2-es játékos nem tudott megfelelni. Így szinte minden posztra került új játékos Brazíliából, Ukrajnából, Romániából és Görögországból is. A jelenlegi infrastruktúránk, illetve az időjárási helyzet lehetővé teszi, hogy itthon legyünk. Nem szükséges nekünk most, hallom, hogy most is több csapat külföldi túrán van, de elsősorban azért, mert nincs megfelelő pályájuk, nem tudják a két edzés közti étkezést tökéletesen megoldani, elsősorban budapestiekre gondolok. Nálunk minden adva van, itt van a szomszédban az új sportszálunk, tökéletesen tudunk regenerálódni, pihenni, sok pályánk van most már, a center pálya tökéletes a stadionban. Én azt gondolom, hogy ettől jobbat nem is lehet elképzelni. A stadion hamarosan elkészül, a tervek szerint egy hónap múlva már azt is birtokba veheti a kisvárdai foci csapat. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Létrejött az ország harmadik anyákháza a Kisvárdai Felsőszabolcsi Kórházban. Az anyákháza országos programpályázat 5 millió forintos fődíjából a kórház különálló épület részeként 63 ágyon fogadják majd az ellátásra szoruló gyermekeket. A pályázatból megújultak a 20 éves mama szobák is, valamint olyan kórtermeket alakítottak ki, ahol szülő és gyermeke a gyógyulás végéig együtt maradhat.
62 év után újra van általános iskola az újfehértói református egyházközség tulajdonában. A gyülekezet 2012-ben kapott használati jogot egy önkormányzati tulajdonban lévő iskolai és óvodai épületre. Hosszas tárgyalásokat követően állami segítséggel a református egyház most megvásárolja az ingatlanokat a helyi önkormányzattól, mintegy 232 millió forintért. Az ünnepélyes szerződés kötéskor elhangzott, az ingatlanok megvásárlása nem csak büszkeséggel, hanem felelősséggel is jár. Megnyílt a Munkácsi 50 című kiállítás a József András Múzeumban. A kiállítás Pák Imre magyar-amerikai műgyűjtő kollekciójának darabjaiból áll össze, amelyek a Munkácsi Alapítvány segítségével kerültek a múzeumba. A tárlat 50 képe október közepéig marad Nyíregyházán, ez idő alatt múzeum pedagógiai foglalkozás is zajlik a múzeumban. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, június 22-én pénteken, friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérik a honlapunkon is. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel. A hidegfront elhagyja térségünket, szombatra megszűnik a hideg levegő utánpótlása. Az előttünk álló éjszaka az összefüggő felhőzet szakadozottá válik, majd az éjszaka második felétől csökken a felhőzet. Zápor valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkül. Reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, zápor valószínű. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 19 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban még a felettünk lévő hideg, viszonylag száraz levegő alakítja időjárásunkat. Emiatt a napsütés ellenére is csak mérsékelten meleg, nyári időnk lesz. A jövő hét közepén változékonyabbra fordul időjárásunk. Több lesz felettünk a felhő, és elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hét legvégére visszatér a meleg nyári idő, de akkor még több helyen teszik majd változékonyá időjárásunkat záporok, zivatarok.